Még 2018. december 1-én indult útjára Csanádpalotával és két romániai településsel, Zsombolyával és Gyertyámossal közösen a Hagyomány és Korszerűség határon átnyúló kulturális együttműködés című projekt. A program keretén belül számos rendezvény valósult meg, ilyen volt többek között a Böllérnap, a Gyereknap, az Ifjúsági Tábor, a Városnap, valamint egy gasztronómiai esemény is, azonban ez a pályázat a végéhez ért. A projekt zárónak tegnap Csanádpalota adott otthont, ahol a résztvevő felek képviselői is értékelték az elmúlt egy év eseményeit. Elsőként Debreceni István, a magyar fél polgármestere köszöntötte a jelenlévőket, aki kitért a projekt pozitívumaira. Több programponton is részt vettem, a Nemzetközi Böllérnapon, a Gasztronómiai Fesztiválon és a Városnapokon természetesen, és október végén pedig kilátogattam Gyertyámosra, ahol egy fantasztikus programon vettem részt, itt a búcsúban, és itt több barátommal régóta tartott kapcsolatokat is felelevenítve, illetve megerősítve. Észleltem azt, hogy itt a határ mentén ugyanúgy zajlik az élet, ahogy Trianon előtt, tehát itt az emberek nem egymás ellen, hanem egymásért, egymás érdekében előrevívően folytatják a kapcsolataikat. Zsombolya képviselője a pályázattal összefüggésben a hagyományőrzés és az újszerű dolgok összeférhetőségét emelte ki stábunknak. Gondolom, hogy a legnagyobb hatást kifejtő tevékenységek azok voltak, amelyekben gyermekek vettek részt, mert ők azok, akik tovább ápolják meglévő értékeinket, amit így most tovább tudunk adni. A hagyományőrzés megfér a modernitással. Nem egyszer látunk nemzeti viseletbe öltözött embert okos telefonon beszélni. Úgy látom visszatekintve az elmúlt rendezvényekre, hogy sikeresen zárult ez a projekt. Remélem, hogy megmarad ez a háromoldali együttműködés, és ez már hagyománnyá alakul át. Gyertyámos alpolgármestere is örömmel osztotta meg tapasztalatait az együttműködésről, hiszen a nyelvi nehézségek sem okoztak problémát a résztvevők között. Kultúra és a hagyományőrzés igen fontos, és minden településen volt magyarul beszélő román, vagy románul beszélő magyar ember. Másrészt a különböző korosztályok, a gyerekek, láttam, ahogy barátkoznak egyrészt a gyerekprogramokon, másrészt például a főzőversenyen idős emberek találkoznak együtt, megismerkedtek. Hát úgy gondolom, hogy ez nem egy akadály, lehet együttműködni ezen a téren, és remélem, hogy fogjuk is. Ez az együttműködés lezárult, azonban egy másik pályázat, a Közös kihívások, közös megoldások és szervezeti fejlődés a turizmus területén című projekt még számos közös rendezvényt biztosít a résztvevő feleknek, hogy a kialakult kapcsolatok még szorosabbak lehessenek.